Kedves nézők, a háttér vendége, dr. Görgyös Péter járási vezetőügyész. Köszöntöm és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszöntöm én is, és üdvözlöm a hallgatókat is. Hát ezúttal nem csak az elmúlt egy hónapra durván tekintünk majd vissza, hanem ha lesz rá időnk, és igyekszünk azért majd időt szakítani egész 2018-ra is, de először kezdjük egy konkrét üggyel. Hát itt sok milliós történetről van szó. Kamu cégek útján jutottak hitelhez. Hogyan? Miről szól ez a történet? Ritkán fordul elő egyébként a Szegedi Járási Ügyészségen is, hogy ilyen jellegű ügyekkel kelljen foglalkoznunk. Ez év elején, márciusában tett az egyik pénzintézet feljelentést a Pest-megyei Rendőrfőkapitányságon, azzal a tényállással, hogy véletlen szervezett módon több gazdasági társaság felhasználásával hiteleket vettek fel elkövetők, és ezeket a hiteleket a cégekből kinyerve, gyakorlatilag a cégeket kiüresítették, és ezt követően pedig más személyeknek a cégek üzletrészét továbbértékesítették, majd gyakorlatilag a pénzzel eltűntek. Ebben indult egy nyomozás a Pest-megyei Rendőrfőkapitányság gazdaságvédelmi osztályán, és ez ért egy olyan szintet e hónap elején, hogy a nyomozóhatóság több helyszínen egyszerre tartott kutatásokat, illetve állított elő vélelmezett elkövetőket, akiknek a gyanústaként kihallgatása megtörtént, majd két személy tekintetében tettek előterjesztést a Szegedi Járási Ügyészségre letartóztatás elrendelésére, amelyet az ügyészség támogatott, és a Szegedi Járási Bíróság a múlt héten mindkét személy tekintetében elrendelt a kényszerintézkedést, ugye első körben 30 napra. Lehet-e tudni, hogy, vagy publikus-e, hogy nagyságrendileg mekkora összegről van szó? Hát több mint 100 millió forintról beszélünk. Ez nem kis tétel. Nem, ugye több cég felhasználásával követték el az elkövetők, ugye a megalapozott gyanú szerint. Ami az ügy érdekessége, hogy a nyomozatosság felderítő munkája során olyan információkhoz jutott, amely szerint az elkövetés idején megszerzett bűnös vagyont gyakorlatilag más alapvetően hozzátozókhoz köthető vagyontárgyakból mentették ki az elkövetők, úgyhogy a hatályos büntetőjárási törvény rendelkezését maximálisan betartva ezen ingatlanok tekintetében záralevét elérte a nyomozatóság. Így azt gondolom, hogy a dolgok jelenleg állása szerint az okozott kár nagymértékben a megtérülése várható az ingatlanoknak az elvételével. Ezt nevezzük vagyon visszaszerzésnek? Ez a terminus technicus, vagy ez egy hétköznapi kifejezéssel részemről? Ugye a rendőrségen belül most már az új törvénynek köszönhetően is van egy külön vagyon visszaszerzési hivatal. Jelen helyzetben tekintettel arra, hogy a megyei rendőrfőkapitányságnak kimondottan a gazdasági jellegű ügyekkel foglalkozó osztálya hajtja végre az ES cselekményeket, így ők önállóan végezték ezt a tevékenységet, és lényegében ezt a vagyon visszaszerzési eljárást folytatták le az elkövetőkkel szemben. Ennek melyik fázisában tartanak? Tehát ennek még lehet folytatása? Ez ügyben történhetnek még lépések? Én azt gondolom, hogy a nyomozás még bár az év elején került elrendelésre, de eléggé kezdeti stádiumban van, tehát rengeteg olyan információ adat van, amit ki kell értékelni a nyomozatosságnak, és ezt követően lehet még tisztább képet látni az elkövetési magatartásra, az elkövetők személyéről, az elkövetésben játszott szerepükről. Mindenképp ez még a nyomozás további szakaszának a feladata lesz. Ugye azzal, hogy a múlt héten kerültek sor az első gyanústotti kihallgatásokra, onnantól számítva két év a nyomozás határideje az új törvény alapján, ezen kereten belül kell a nyomozatosságnak a vizsgálati szakaszba lépve most már elvégezni az ügyészség által előírt, támogatott eljárás cselekményeket, majd az ügyészségnek ebbe a két éves időszakba bele kell férni a vádemelésnek is, és úgy kell a bíróság elé tenni az anyagot, hogy ez gyakorlatilag a bíró számára szoros határidőn belül tárgyalásra utalható legyen. Nézzük 2018-at. Lehet akár, vagy célszerűnek tartja a számok tükrében vizsgálni, akár összevetve 2017-tel? Hát mi azt lehet mondani, hogy az év végéhez közeledve, hogy hát 2018 sok mindenben más volt, mint 2017. Ha az elejéről kezdeném, akkor ugye az év elején, január 1-ével elején tudott az elektronikus kapcsolattartás az ügyészség berkein belül is, hogy a rendőrség, bíróság és egyéb társszervek, illetve hát az ügyvédek tekintetében is egy összekapcsolt informatikai rendszerrel történik az adatok áramlása, illetve hogy a 2018. január 1-e után indult ügyekben már kizárólag ezen a módon történik a kapcsolattartás.
ide nem értve, hogy a magánszemélyeket, elkövetőket, sérülteket, hiszen az ő esetükben, ha csak nem rendelkeznek biometrikus személyigazolványa, akkor náluk továbbra is egy papír alapon történik a kommunikáció. Tehát ez volt az első úgymond csapás, fogalmazunk így a jogalkalmazók számára január 1-én, és hát július 1-én pedig hatályba lépett az új büntetőeljárási törvény, ami teljesen új alapokra helyezte a működésünket. Sok tekintetben azt gondolom, hogy elérve már, mondhatom, az pár hónap eredetével azt a célt, amely jó alkotó szándéka volt, hogy az eljárásokat gyorsíts, és összességében a büntetőeljárások rövidebb időn belül, viszont törvényesen is megalapozottan, tárgyalagosan kerülnek befejezésre. Úgyhogy így nézem, akkor 2017-hez képest 2018 egy teljesen más év volt. Nagyon nehéz összehasonlítani. Ha most objektíven nézzük a számokat, akkor az látszik, hogy a járásügyészségen több mint 20%-kal kevesebb a ügyérkezés az elmúlt év hasonló időszakához képest. Ez azt jelenti, hogy 20%-kal kevesebb ügyet iktattunk gyakorlatilag. Ezen belül azonban az is látszik, hogy lehet, hogy 20%-kal kevesebb az ügy, viszont a fejlődési mutatója a rendőrkapitányságnak továbbra is nagyon jó, hogy alapvetően mi a Cegléd rendőrkapitányság vagyunk összekötve. És az is látszik, hogy a kényszerítészkedések területén a tavalyi évhez képest ebben az évben nem volt markáns elmozdulás, tehát hiába 20%-a kevesebb az ügyünk, fogva tartottuk, ugyanannyi volt, több mint 50-en kerültek letartóztatásba ebbe az évben is, és a tavalyi évben is. Viszont ami talán eltérő, hogy egyre többször fordul elő az, hogy egy ügyben többen, akár 5-nél több fő is kerül letartóztatásba. Én azt gondolom, hogy ez azt mutatja, hogy a rendőrkapitányság a szakmai fejlődésében elérte azt a szintet, hogy komolyabb, bonyolultabb összefüggéseiben is nehezen felderíthető, akár a szervezett bűnözésnek a kereteit feszegető ügyeket is fel tud deríteni eredményesen, és a követőket eljárásra tudja vonni. Akkor lehet, hogy ez is magyarázat az ügyszámok csökkenésére? Minek tulajdonítható az ügyszámok csökkenése? Ugye azt szoktuk mondani, hogy ugye itt a letartóztatás semmiképpen sem egy elhozott büntetés, hogy az elkövető tekintetében, ugye nagyon szigorú szabályok szerint egyrészt tesz indítványt ugye az ügyészség a bíróság felé, másrészt a járásbíróság nyomozási bírája is vizsgálja ugye az általános jogokat és a különös jogoknak a meglétét. Én azt gondolom azonban, hogy azért valamilyen szintű összefüggés van a letartóztatások nagy száma és az elkövetések számának csökkenése között. Egész egyszerűen ugye nagyon sok elkövető már nem először áll a bíróság elé, akár többszörös különös visszaesésnek tekinthető, tehát több alkalommal követette hasonló jellegű bűncselekményeket ugyanitt a területünkön. Ebből adódóan, hogyha ő adott esetben letartóztatásban van, akkor valószínűleg ezen időszak alatt ugye nem tudja ezt a fajta tevékenységet végezni, és így azért ez meglátszódik a számokban is, de hát nem ez a célja egyébként sem az ügyészségnek, sem a nyomozatosságnak, mindig egy adott ügyet vizsgálunk, és abban az adott személynek a felelősségét. Összességében jónak tartja a trendet vagy a trendeket? Kiegyezne 2019 végén is, hogyha itt ülünk és beszélgetünk egy olyan évvel, mint 2018 volt, vagy akár még jobbra számít? Hát kevesebb jogszabályi változással mindenképp. Azért kettő ilyen nagy horderejű változás ebben az évben. Igen, szerintem ez elég volt nem csak az ügyészségnek, de szerintem a többi szervezetnek is. Én azt gondolom, hogy az látszik, amit talán már többször is beszéltünk itt az ősz folyamán is, hogy a nyomozási szakasz, legyen itt a fejlődési szakasz, vizsgálati szakasz, ami utóbbiban van az ügyészségnek nagyobb szerepe, jelentősen hosszabbodik. Ezt mutatja az is egyébként, hogy majd 25%-a kevesebb vádemelésünk volt ebben az évben, mint a tavalyi évben, hogy itt az új szabályoknak köszönhetően. Viszont az is látszik, hogy ha a vádemelés megtörténik, és lehet, hogy kicsit tovább tart egyébként, mint korábban tartott, akkor a bíróság előtti eljárásban viszont az eljárás felgyorsul, és az is látszik itt az ősz folyamán, hogy nagyon sok ügyben tudott élni a járásbíróság az egyszerű bizonyítás felvételével, akár az előkészítődésnek az intézményével, és így jelentős, tudomásom szerint jelentős számba csökkentek az adott bíróra háruló terhek is a járásbíróságon, és remélem, hogy ez jövőre folytatódni fog. Mi esetünkben az látszik, hogy a garanciális jogok érvényesítésével tovább tart a vádemelés, akár egy fogvatartás mellett folyamatban lévő ügyben is, de hát későbbiekben ez pedig, hogy így mondjam, kifizetődik a bíróságot. Hogy összességében én, ha ezt a jövő évet tudjuk így folytatni, hogy ezt az évet most befejezik, akkor nagyon elégedett leszek mind a rendőrkapitányság munkájával, mint pedig a kollégáimnak a tevékenységével. Dr. Gebjós Péter, köszönöm szépen, hogy nálunk járt, jó munkát kívánok, vagy ha lehet, akkor jó pihenést, kellemes ünnepeket, boldog új évet, és akkor találkozunk jövőre. Köszönöm én is kellemes ünnepeket kívánok a nézőknek. Kedves nézők, ez volt a háttér, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.